A bélyeggyűjtés egyike a világ legnépszerűbb hobbijainak. Az első postai bélyeg a Penny Black volt, amelyet Angliában adtak ki 1840-ben. Az ifjú Victoria brit királynő táblázolta, s a szélei nem voltak perforálva, emiatt ollóval kellett kivágni az épből. Az első bélyeggyűjtők az 1860-70-es években gyerekek és tinédzserek voltak. Akkoriban a bélyeggyűjtést sok felnőtt gyermekes elfoglaltságnak tartotta. Az 1920-as évek táján az értékes bélyegekről szóló hírverések által megnövekedett a bélyeggyűjtők száma. A postai bélyegek árának gyors emelkedését leginkább annak lehetett tulajdonítani, hogy nagyon kevés idősebb bélyeg maradt meg jó állapotban. A legritkább daraboknak a dupla vagy tripla bélyegek, illetve a bélyegblokkok számítottak. 1848-ban Tan Moore megtervezte az első magyar bélyeget. Kiadására azonban a szabadságharcmozgás miatt nem került sor. 1850 és 1867 között Magyarország, mint a Habsburg Birodalom egyik tartománya, az osztrák postaigazgatása alá tartozott. 1850. június 1-én jelent meg az első bélyeg országban. Ez tehát osztrák bélyeg volt, a rajta látható Habsburg kétfejű sas hamarosan az elnyomás jelképére vált. Az első magyar postai bélyeg sorozatot a kiegyezés után 1867. június 1-én bocsátották ki. A bélyegeket technikai feltételek hiány Bécsben nyomtatták, és az immár önálló osztrák posta is használatba vette azokat. Mégis ez tekinthető az első magyar bélyeg sorozatnak. Mióta gyűjt bélyegeket, és milyen céllal? Hát előleg gyerekkorom óta gyűjtem a bélyegeket, ami annyit jelent, hogy az általános iskolában, amikor jártunk, takarékbetét könyvek voltak, amit meg akkor tetszettek meg elvileg a bélyegek, mert különbözőek voltak, és úgy határoztam, hogy akkor egy kicsit mélyebben belevágok a bélyeggyűjtésbe. Hát elvileg közel 50 éve gyűjtöm már őket. A mai kiállításon szereplő bélyegek közül melyiknek van a legérdekesebb vagy legkülönlegesebb története? Hát legérdekesebbnek talán a Festi körkép kis íveit tartom különlegesnek. Tudnélik, 4 darab kis ív jelent meg, és az egyik kis ívnek elírták valami módon a szélét, és le kellett vágni ahhoz, hogy ne legyen különleges a bélyeg. Hát így is különleges le, de hát ezzel jár. Amióta az internet ennyire elterjedt, azóta mennyiben változott meg a bélyeg forgalomba a hozatala? Egyáltalán mennyi bélyeget adnak azóta ki? Hát az az igazság, hogy amióta az internet megjelent, azóta nagyon kevés bélyeget jelentetnek meg. Elvileg egy évben 20-25 fajta bélyeget jelentetnek meg. Eleinte a 60-as, 70-es években millió számra adták ki. Most viszont a legkevesebb az olyan 200-300 ezer körül van, maximum 400 ezer a legtöbb, amit kiadnak. Hozott magával borítékokat is a mai kiállításra. Mi ezeknek a borítékoknak a különlegessége? Hát igen, a borítékoknak az a különlegessége, hogy repülőposta és balonpostai borítékok vannak kiállítva. A repülőposta és a balonposta is egy olyan jellegzetű boríték, hogy az a repülőgépeknek az első útját, a balonpostának az első útját feladják, egy bizonyos helyre elküldik, és utána visszaviszik. Ezeket a borítékokat általában sorszámozzák. Értékük van, általában nagy érték. Merre felé szokott kiállításokat tartani, és hol lesz a következő? Őszintén megmondom, ez az első kiállításom. Én 2 éve költöztem ide Lentibe, és láttam, hogy itt vannak kiállítások, gondoltam, én is megcélozok egy ilyet, mivel elég nagy gyűjteményem van. Erre fel megkértem az igazgatónőt, és helyet adott szerencsémre. Külföldön sehol, hát abszolút nem volt még sehol sem. És tervezi? Szeretném, hogyha észrevennének, vagy nem is engem, inkább a gyűjteményemet, mert most már azért akárhogy is veszük, különlegességnek számít.